most így az egykonnak, hogy tudjuk már, hogy a köves bukott előttünk. Nem ilyen mérkőzésre számítottuk, hogy kemény mérkőzés lesz, de szerettünk volna a saját játékunkra koncentrálni és mindenkit nyerni ezen a mérkőzésen. Sajnos fáradtak voltunk, úgy éreztem az egész mérkőzésen, és veszélytelenek voltunk a várdai kapura, de hál' Istennek a végén sikerült egy pontot mentenünk, és így megelőztük a kövest. Ugye mindig azt mondják a profi labdarúgók, hogy saját játékunkra kell foglalkozni, de azért mégis ott volt bennetek szerintem az a mezőkövesd elleni, vagy a mezőkövesdnek a bukása. Mennyire figyeltétek, konkrétan a meccs előtt már bemelegítés volt, amikor ugye nagyjából jött a hír, hogy nyert a Debrecen. Hogyan hatott ez rátok? Én nem tudtam róla, én a meccs végén tudtam meg, hogy a köves bukott. Nem tudom, hogy a társaimnak elmondták el ugye a kezdőcsapatba. Szerintem nem tudta senki, hogy bukott a köves, úgyhogy mindenképp az volt a fejünkben, hogy ezen a mérkőzésen nyerni kell, és szeretném tartani a lépést a kövestet. Úgy nézett ki, hogy ti is beálltok a sorba a drámáknál, ugye először az Újpest, ma a Debrecen, és most pedig ti, aztán végül a dráma rosszabbik felén voltatok. Hogyan élted meg belülről az utolsó 10 percet? Nagyon fáj, hogy az utolsó pillanatokban elveszteni a 3 pontot. Ugye ez most nyilván nekünk nagyon fontos lett volna, hiszen meg lett volna a bemaradás. Hát nem tudom, hanyadik meccset leszítjük el így, hogy tényleg az utolsó percben kapunk volt. Hát sajnos ilyen szempontból nem áll mellettünk a szerencse. Hát továbbra is meg kell nyerni a mérkőzés szombaton, igazából nincs más lehetőségünk. Tudtuk, hogy ők a kiesés elől menekülnek, és biztos mindent meg fognak tenni annak érdekében a játékosok is, hogy nyerni tudjanak, és a szurkolók is tömegesen fognak kilátogatni, buzdítsák a csapatot. Igazából örülök neki, mert volt egy jó hangulatú meccsünk. Ahogyan beszéltünk arról, nagyon sok védenivalód volt, a gólról pedig egyáltalán nem tehettél. Ilyenkor mennyire vagy frusztrált a védőkkel, hogy egy lecsorgót úgymond nem sikerült tisztázni, hanem gyakorlatilag esélytelen volt, hogy azt megfogd azt a labdát? Igazából jól teljesítettek, én úgy gondolom a védők az egész mérkőzésen. Egy-egy ilyen apró hiba benne van, de most ez egy olyan kavarodásból történt, hogy nem is emlékszem pontosan, hogy fejeltük ki a labdákat, várdaiak visszafejelték egy lepattanó lövésbe, eljött a kapásból a kisvárdai játékos és gól született belőle. Most ahogy készül ez az interjú, ugye a Diós Győr éppen játszik a Pakssal, jelenleg 1-0 a Paksnak, és a második félidőre fogsz valószínűleg hazaérni. Mennyire fogtok szurkolni azért a talán riválisnak nevezhető Diós Győrnek az elmúlt évek alapján? Természetesen olyan szempontból szurkolunk, hogy idézőjelben ők is bent tarthatnak minket adott esetben, hogyha mondjuk egy pontot szereznek, vagy nyernek nyilván. Igazából magunkat kell először is felszívni a szombati meccsre, kipihenni, most odafigyelni a regenerációra és felkészülni maximálisan a szombati mérkőzésre. Hiszen, hogyha nyerünk, akkor már biztos, hogy harmadikok vagyunk, úgyhogy minden nap fogunk tenni ennek érdekében, hogy sikerüljön a győzelem. Szerintem maga a játék az mindenképpen pozitív lehet. Szerintem az egész mérkőzéssel szerintem kontrolláltuk a meccset, meg a játékot. Ezzel nem is volt helyzet a Puskásnak ezt az utolsó pillanatokban egyszer leszámítva. Hát ugye ott volt nekünk a 11-es is, abból is megszerhettük volna a vezetést. Sajnos az sem lett össze, úgyhogy ilyen szempontból ma sem volt szerencsénk sajnos. Mennyire voltatok tisztában a mezőköves Debrecen végeredményével meccs előtt? Követtük igazából nyilván, amíg nem kezdődött a bemelegítés, a mérkőzés. Hát sajnos láttuk ott is, hogy a mezőkövesnek is volt egy meg nem adott gólja, ami hát mondjuk mi úgy láttuk, hogy szabályos volt, de hát igazából ezzel nem tudom mit csinálni, sajnos. Sajnos ez sem nekünk kedvezett.